Én már kreatív is vagy. A forgatási nap szokás szerint egy hideg téli estén volt. Egy tökéletes helyszínen. Kőbányán, az egykori fővárosi sörfőző RT telephelyén. Nézd, Blaster! Hogy érzed magad a forgatáson? Most én nekem verfilmeket kell csinálnom. Szerintem nagyon jó 5 fokba állni. Emlékeztet egy másik ilyen videózásra. Ami 4 évvel ezelőtt. Igen, igen. Öltönyben álltunk mind a ketten. Én néger voltam, ő meg magas. És akkor mi volt a szerepetek? Mit kellett mondatod? Mi volt a fő mondatod? Hát valami jubileumi. Szóval. De, most túl magas. Nagyon nagy hideg volt akkor, és valahogy a hangszálam az eltorzult a hidegbe is. Kicsit balra elkedett. Should we go to the rakehedge, Abili? Edünk! Mi egy amatőr filmes csapat vagyunk, és már sokadik éve forgatjuk a Rakehell Partyk rövid filmjeit. Így már megtapasztaltuk, hogy az a jobb, ha a stáb minél inkább kisebb létszámú. Ezért egy embernek több feladata is van. Például Gega nem csak színész volt, hanem ő felelt a világításért is. Én magam nem csak operatőr voltam, hanem a vágó is, és a film zeneszerzője is. Fóli sem csak színész volt, hanem sok esetben ő volt maga a füstgép is. Itt a füstgép, azt már. Szemüveg ugye nem látszik. Minden látszik. Kristóf nem csak a rendező volt, hanem a kameraasszisztens is. Most ez lesz a legnehezebb. Most közel fogom tenni a kamerát. Állítsd a kamerát, hogy jól nézzem. Úgy. Minket. Ja, másik irány. Meg kicsit még kapcsavar is. Úgy. Jó. Oké. Lebontjuk az egészet. Ehhez a végtelenül egyszerű jelenethez is 5 ember kellett. És legalább 3-szor kellett felvenni. Egyből mély vízbe vezetünk be őket. A legnehezebb szeretetnek maradt, lehet enni a füstöt, mert ki a elfagyolatot. Egyébként az a tapasztalatom, hogyha egy amatőr filmforgatás során nagy a létszám, extrém módon megnő a forgatási idő. A sok baromkodás, poénkodás, röhögés miatt egyszerűen nem tudunk soha időben végezni. Ráadásul itt különösen figyelnünk kellett, hogy időben végezzünk, mert a sörfőzőüzemben így is miattunk maradtak éjszakában nyúlóan. Persze az is fontos, hogy jó legyen a hangulat, hiszen ki akarna így feszengve szerepelni. A jelenetek egyáltalán nem voltak bonyolultak, mégis órákig el tudtunk tökölni, mire sikerült felvenni normálisan egy-egy sétát, megállást, egymásra nézést, bólintást, stb. Oké, annyi, hogy nézzétek fel, ti nem oda mentetek, babberek. Úgy, oda próbáljátok, most vagyok, a kújra. Figyelj, ezzel legyen az idő. Hiába veszed ide, nem látod. Semmi. Nem baj. Érzés. Baszol, stabil ez a szék? Hát, nem tudok jobbat. Úgy csináljátok a bólintást, hogy 3-2 és egyre bólintatok. 3-2, jó. A ritmust, hogy 3-2. Ne görcsösen, tehát tudod, hogy nagy erőn, csináljuk. Figyelem. Tehát egyre bólint, én számolok. Jó. 3-2-1. Nem jó, újra. Egyre bólint. 3-2-1. Hátad. Ez jó. Elvesztáska marad? Egyre bólintunk. Egyre bólintottok, és akkor átadás. Blaster számol. 3-2-1. Hogy átbaszol? Ez átbasztál. Mi a fasz van? Már megint nem erő. De ne! Kutakodik. Nézd, hogy kutakodik. Hozott, hogy mi lesz ott, mi lesz. Érted, hogy kíváncsi is, hogy na mi van benne? Na, jó,
Na, ilyen, akkor mehet. Nézd egy, Gyeri. Oké, mit csinál, mit vesz ki? Aha, na, az a jó. Oké, ez az, és akkor most bólíts. Most bólíts. Az üzemben egyébként elég nagy alapzaj volt. Ahogy ti láttátok a kész videóban a zenés részt, az valójában így hallatszott. Amúgy Zé szerepe nem áll messze a saját foglalkozásától. Ő a való életben is vegyészkedik. Hé Zé! Mit kell tőled a főnök, mit csináljam? Öntözgessem a kémcsöveket egymásba, és azért a vizsgálat. Ezt kérte tőled? Szerintem tipikus sztereotípia. Azt egymásba öntögetik a dolgokat, és akkor kész. De bazzai, a laikusok ezt látják kívülről. A laikusok hányszor látnak a labdát? Nem viszitek be őket? Nem véletlenül. Na, Barnasön? Barna sör, bármikor. Ja nem, az bármikor. Várjál, az zöld sör is. Annyira nem zöld, de... Elég zöld ahhoz, hogy ne legyen már sárga. Abba simán benne vagyok, hogy megszakolok mindent. Ja. Negyed órás végzik. Ez a beszél. Ez a negyed órás végzik, várjál az időt. Végül néhány szót a CGI-ról is, hiszen nem jöhet létre Rékhel videó CGI nélkül. Itt a sörös üveget kellett megterveznem. Próbáltam minél részletesebben a kupakot, külön az üveget, a címkét, és az egészet egy ilyen pinceszerű környezetbe beemelni, és így jött létre ez a kis rövid kis nittecske. Külön odafigyeltem a fénytörésre, a visszatükröződésre, és az egészből így lett egy kész kompozit anyag. Maga a parti egyébként a koronavírus miatt tolódik. Az új dátum 2020. október 3-a.